Letartóztatta a bíróság azt a 30 éves férfit, aki a gyanú szerint még szerdán megölte szállásadóját. Az M1 úgy tudja, a férfi két nappal korábban szabadult a börtönből, csalás miatt ítélték el. A gyilkosság idején kábítószer hatása alatt állt, a Kristály nevű drogot fogyasztotta. Az továbbra sem lehet tudni, hogy mi volt az indítéka. A gyilkosságról először szerda reggel adott hírt a rendőrség. A BRFK akkor még csak annyit közölt, hogy a 8. kerületi Korányi Sándor utca egyik társasházában éjszaka megöltek egy férfit, és hajtóvadászatot indítottak a feltételezett elkövető kézre kerítésére. Március 20-án kora reggel érkezett bejelentés a budapesti rendőrfőkapitányságra, hogy egy 8. kerületi lakásban egy férfit megöltek. Kollégáim kijöttek a helyszínre, szemlét tartottak, mivel felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért emberölés büntet gyanúja miatt rendeltünk el nyomozást. A BRFK elfogató parancsot adott ki az emberüléssel gyanúsítható 30 éves B. Ferenc ellen. A férfit csütörtökön a Kőbányai úton elfogták. Az ügyészség azonnal kezdeményezte a letartóztatását. A férfit a rendőrség körözés útján fogta el, erre, valamint a férfi előéletére és személyi körülményére is figyelemmel fennáll a szökéselrejtőzés, valamint a bűnismétlés reális veszélye. Mindezek alapján a fővárosi főügyészség kizárólag a legsúlyosabb kényszerintézkedésre, a letartóztatásra tehetett indítványt. Az M1 értesülései szerint B. Ferenc a gyilkosság előtt két nappal szabadult csalás miatt kiszabott börtönbüntetéséből. Úgy tudjuk, áldozatát megkéselte, majd folytogatta. Indítéka egyelőre ismeretlen. Kihallgatásán nem tagadta, hogy megölte szállásadóját, de azt mondta, hogy drogozott és nem emlékszik semmire. A bíróság vasárnap elrendelte a férfi letartóztatását. A döntést a gyanúsított tudomásul vette, így az jogerős.